köszöntenénk a Ajka TV sakkedvelő sakktársait. Egy nagyon, nagyon érdekes, régi játszmát szeretnénk a Gál Zsóka, mai női bajnokkal bemutatni, amit 1858-ban játszottak. Egy nagyon-nagyon híres játszma, ami opera játszma néven jött. 1858-ban Párizsban egy operát megnézett a Paul Murphy. Abban az időszakban ő volt azt gondoljuk egyik legerősebb játékos, sakkjátékos a világon, lehet, hogy a legerősebb volt, és az opera szünetében játszott egy tanácskozási játszmát két ottani francia erős játékossal, és ezt a játszmát szeretnénk bemutatni. Ebben a játszmában a Paul Murphy, amerikai szuper játékos, világosan volt, és E4-en nyitott, E2-E4-en nyitott. Ugye a királygyalog megnyitás a mostani időszakban is nagyon gyakori, ez a E2-E4 gyaloglépés. Sötét E5-tel válaszolt, ugye ez is nagyon gyakori. Világos második lépés a huszár F3 volt. Ugye fejlődik, ugye látható, hogy fenyegeti a huszár leütni az E5 gyalogot, és a sötét D7-D6-tal folytatta. Igen, itt annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye jelenleg a legnépszerűbb lépés az már huszár C6, ami a legjobb lépés is, és itt világos eltérhet nagyon sok irányba, itt nagyon sok fővari van, D4 futó, C4 futó miatt, sok cseljátékkal együtt, de ebben a partiban D6 jött. Igen, a D6-os változatot Philidor változatnak hívjuk. Ugye a 17. században élt egy nagyszerű francia sakkmester, aki abban az időszakban hasonlóképpen egyik legerősebb játékosnak tartották a világon, és ő vezette be ezt a D6 gyaloglépést, és ez miatt Philidor védelemnek hívják. Nyilván megvédi a gyalogot. Ahogy a Zsóka ugye nagyon helyesen mondta, ez mostában ritkább változott ez a D6, inkább a huszár C6-tal szoktak fejlődni a sötét oldaláról. És világos, eléggé aktívan támadólag lépett fel itt a játszma elejétől, és D2-D4-jel folytatta. Mivel fenyeget ez a D4, Zsóka? Igen, először is ugye elfoglalja a centrumot. Első fenyegetés ugye az, hogy leüsse az E5 gyalogot, mivel most kettő figura is támadja, a huszár és a gyalog is. És ugye csak egy figura védi, sötéttel egy normális reakció lenne leütni ezt a gyalogot, és akkor itt világos elfoglalta a centrumot, ami fontos, ugye, hogy térelőnye van, normálisan kifejlődik, és valószínűleg jobban fog állni. Egyébként egy játszható parti jött volna ki belőle, de sötét nem így döntött. Igen, sötét egy mellékváltozatot játszott, úgy gondolta, hogy egy kötést hoz létre, és futó G4-jel folytatta. Ugye láthatólag egy kötés hozott létre, és hát fenyeget azzal többek között, hogy a sötét gyalog E5-től leüti a D4 gyalogot, és ugye nem lehet jól visszaütni a huszárral, mert akkor a futó leütni ugye a világos vezér D1-en. Úgyhogy a futó G4 volt a folytatás. Világosnak én azt gondolom természetes reakciója volt, hogy ütött E5-tel, D4 gyalog üti az E5-öt. Igen, itt sötéttel nem lenne érdemes ugye visszaütni ezt gyaloggal. Hiába van kötés, világos fel tudja oldani a kötést egy vezérüti D8-al, és hogyha ezt visszaüti sötét, akkor ugye már lógni fog az E5 gyalog, mert már a kötés az nincs életben. Igen, és akkor nagy előnyt ért volna ebbe a változatban a világos. Ugye egyrészt egy gyalogot lenyer E5-ön, ami ugye nagyon fontos, másik oldalról pedig a sötét nem tudott volna később már elsáncolni, mert a királya kilépett. Úgyhogy sötétnek ebben a helyzetben nem nagyon volt más választása, mint a futó ütötte a huszárt, lecserélte futóüti F3, és ez nyilvánvalóan ilyen esetben vezérrel ütjük vissza, ugye nem gyaloggal ütjük vissza, ugye Zsóka, mert igen, akkor dupla... Ugye dupla gyalogunk lett volna, az nem lett volna. Jó, most ugye sötét visszatudja. Igen, és akkor visszatötte a gyalogot, így van. Első körben az a megfigyelés, amit lehet, hogy abban az időszakban még nem nagyon tartottak fontosnak, hogy futópárt így a világos megszerezte. Ugye két futója van, sötétnek futó huszár, és ezek a futók nagyon gyorsan tudnak fejlődni,
és a mostani elmélet megállapítása szerint a futópár jelentős előnyt tud képviselni a későbbiek során is. Úgyhogy a világos folytatta is futó C4-et lépett. Vajon a futó C4 mivel fenyegethet? Igen, itt ugye vezérüti a fét mat fenyeget, mivel megint kettő figurával megtámadtunk egy mezőt, ami csak egy figurával van védve. Igen. Tehát azt gondolom logikus volt a világosnak a játék, hogy a futópárral próbál aktív játékkal, fenyegetésekkel jönni. Ezt a sötét nyilván nem nézte el, és huszár F6-tal fejlődött. Ez azt gondolom egy normális fejlődő lépés, kifejleszti a huszárját, igyekszik esetleg később elsáncolni, és hát nyilván kivédi a mattot is. Következett vezér Béla 3. Igen. Erről miért gondolsz? Ezt a lépést kiemelni, mert ez nagyon szép, ugye vezér egy hosszú lépést tesz F3-ról B3-ra, és kettő pontot is megtámad, ugye az F7-et, és a B7-et is, tehát igazából ez egy kettős támadás, és ezt feketével könnyen el lehet nézni. Igen, tehát azt gondolom, hogy világos továbbra is aktívan és támadólag lép fel, és próbálja azt az előnyét kihasználni, hogy a futópár megvan, és próbálja a sötétet minél gyorsabban zavarba hozni. Következett vezér E7-tel folytatta a sötét. Ugye vezér E7-tel megvédte azt az F7 gyalogot, de hát ennek azért van egy hátulütője ennek a vezér E7-nek. Igen, tehát ahogy előbb említettem, lóg a B7 gyalog. Ugye az most védtelen maradt, tehát az egy opció lenne, hogy leütnénk a B7 gyalogot. Igen. Ugye most, hogyha világos leütötte volna a B7 gyalogot, amit megtehetett volna, ugye könnyedén leüthette volna üssük le a B7 gyalogot a változatként, nem ez volt a parti. Ez azért nem játszotta, azt gondolom, a világos, mert akkor a sötét egy vezért B4-en tudja folytatni. Ugye ez lett a sötétnek a trükkje, ugye sakkot ad a világos királynak, és hát kötelező a vezércsere. Ugye vezér üti B4, utó üti B4 után. Igen, hát van egy gyalog előnye ebbe az állásban is a világosnak, tehát ez is egy olyan pozíció, ami világossal jobb, de... Ez egy közel nyert állást eredményezett volna szerintem. Igen, igen, ez igen. Elég jó, de persze, de ahogy világos ebbe folytatta, a játszmában, az érdekesebb volt. Igen, ebben a játszmában a világos úgy döntött, hogy többet akar úgymond elérni, és nem ment bele ebbe a változatba, nem akart csak egy gyalog előnyt szerezni, nem többet akart, és huszár C3-mal fejlődik. Ugye ez a huszár C3-mal ugye ezt a vezér B4 sakkot ugye kivédjük, és ugye a huszár megvédi az E4 pontot, amit ugye a sötét huszár támad F6-tól, és most már az a vezér üti B7 az már nagyon, nagyon fenyegető, ezért a sötét C6-tal folytatta, C7 C6-tal folytatta, ugye ezzel megvédte sötét, ugye? A hetedik soron megvédte a gyalogját. Úgyhogy ez egy jó lépés volt, és világos továbbra is fejlődő lépéseket tesz, és futó Géza 5-tel folytatta, futó C1-ből G5-tel ment, fejlődik, tehát próbálja mozgásba hozni minden gyorsabban a tisztjeit. Igen, annyit még megjegyeznék, hogy itt futő TF-at az egy lehetséges fenyegetés lehet, mert ugye most világos jön a lépés leüt. Ugye G-vel most rákényszerül fekete, hogy G-gyaloggal üssön, de ez sose jó szerkezet feketének, vagyis nagyon ritkán jó szerkezet, kigyengült mezők miatt, és ugye vezérű TF-ra meg már a B-gyalog védtelen lenne, és vezérű B-t lehetséges lenne. Igen, és akkor bástya is elveszik utána. Igen. Igen, tehát itt én azt gondolom, hogy látható az, hogy világosnak komoly fejlődési előnye van, gondolkodhat a hosszú sánc folytatáson is, később a világos rövid sáncon is, és sötétnek a másik nagy problémája, hogy mivel a sötét a vezére helyet meglépte, a F8 futó miatt nem tud könnyedén elsáncolni a sötét, tehát középen maradhat a királya. Ebben a pillanatban világosnak komoly előnye van ezek miatt. A mostani elemzések szerint egy vezér C7 lépéssel lehetett volna a sötétnek úgymond tartani valamiképpen magát. A játszma B5-tel folytatódott. Ha vezér C7 lett volna, akkor valószínűleg világos elsáncolt volna hosszúra, azt gondolom.
elszántott volna hosszúra, akkor sötét egy B7, B5-tel folytatni kellett volna neki, mert ugye az a probléma, amit lehet látni, hogyha nem lépünk B5-öt, hanem a sötét futó E7-tel megpróbál fejlődni, akkor ugye mi a gond? Tudj, lóg az F7 gyalog, elvágtuk a védelmet az F7 gyalogtól. Igen, tehát ez a legnagyobb baj a sötétnek, hogy nem tud rendesen kifejlődni. Hát a mostani elemzések azt mutatják, hogy a B5 most jöhetett volna egy futó üti F6, világos oldaláról G üti F6, huszár üti B5, lehetséges változat, huszár üti B5, gyalog üti B5, futó üti B5, huszár C6, ugye életszerű és bássa D3 után az a megállapítás, hogy ez is egy nagyon, nagyon kényelmes állás lett volna világossal, ugye például fenyeget a bástya C3 többek igen. között, ugye? A kötést kihasználva. Igen, ugye bástya C3-on. Bástya C3-on fenyegetett volna, és akkor az a huszár, ami kötésben van, nem tud elmenekülni. De hát ez a változat még azt gondolom, hogy jobban játszható lett volna, de nem ez történt. Nem ez történt, hanem futó G5-re, igen, futó G5-re ez volt az állás, és futó G5-en nem ezt a vezércéletet lépte a két francia játékos a Paul Murphy ellen, hanem B7, B5-tel folytatta, és azt gondolta, hogy el fog menni a Paul Murphy a futójával egy C4-el, ugye meg van támadva, és gondolta, hogy utána majd valamiképpen be tudja fejezni a fejlődést a sötét, de itt volt egy kis meglepetés. Ebben a pillanatban egy szép áldozat van, világos huszár üti B5-tel folytatta. Igen, fontos, hogy ugye minden állásban meg kell nézni a sakkokat, az ütéseket és a támadásokat, és ugye hát ebben az állásban megfokozott, mivel sötét király középen ragadt és nem sáncolt el, tehát nincsen biztonságban. Huszár üti B5 az egy nagyon szép áldozat volt világostól. Igen, ugye gyalog üti B5, C üti B5 és futó B5 sakka. Hát ugye azt érdemes ugye megegyezni, tudjuk jól a figurák értékét, ugye a könnyű tiszteket futott huszárnak ugye három egységnek veszük. Ugye ebben az esetben a világos csak kettő gyalogot kapott, ugye egy C és a B gyalogot kapott a huszárjáért, viszont a sötét király középen maradt, ahogy a sok nagyon helyesen mondja, és ebben az esetben ez nagyon-nagyon nagy hátrány fog lenni a sötét szempontjából, mert nem tudja azokat a tiszteket mozgósítani, amivel igazából minél gyorsabban ki kéne fejlődnie. Tehát igaz, hogy csak kettő gyalogot kaptunk a három pontos huszárunkért, de az a fejlődési előny, az megéri nekünk ezt az áldozatot. Ilyen áldozatokkal ugye mindig érdemes gondolkodni. Igen. És huszár BD7-tel folytatta a sötét. Zsóka, mit gondolsz, hogy kellene ezt a támadást fokozni a világos oldaláról? Hát ugye most van kettő nagyon erős futónk, amik kötést hoz létre, ugye a G5 futó a vezér, az elit vezér miatt van, köti az F6 lovat, a B5 futó meg ugye a D7 lovat köti az E8 király miatt, viszont kettő figura ugye nem elég egy támadás az általában, tehát érdemes hozni több figurát is, úgyhogy az egyik lépés jelöltem nekem az a hosszú sánc lenne, hogy ugye hozzunk még egy figurát a játékba, egy bástyát. Igen. Ezt természetesen úgy is el lehet érni, hogy bástya D1-et lépünk, nem feltétlen kell hozzá besáncolni, de ugye itt már sötétnek számításban jön egy olyan lépés, hogy vezér B4 sakkal lecseréli a vezéreket. Igen. Tehát Igen. Hosszú sánc az egy logikusabb folytatás lenne a partinak. Igen, valóban ezt lépték, hosszú sánc, felkeltő jeles erős lépés a világos oldaláról, mert valóban ugye ezt a vezér B4 sakkot is kivette. Ugye ezzel a bástya D1, ugye látjuk azt, hogy egyből fenyegetünk a futó üti D7, bástya üti D7 folytatással, mert hogyha leütünk D7-re, akár futóval, akár bástyával, ugye nem tud jól visszaütni a sötét. Hogyha az F6 huszár menne D7-re, akkor ugye a futó G5-től leütni az E7-en álló sötét vezért, hogyha vezérrel megint nem jól ütni D7-re, mert anyagi veszteség. Ezért ebben a helyzetben a sötét megpróbálta összefortozni az állását, úgymond, és bástya D8-at lépett.
Igen, most egyébként láthatjuk ezen az álláson, hogy világosnak egyértelműen megérte beáldozni a tisztet a kettő gyalogért, hiszen sötét lényegileg be van csomagolva, tehát nem tud lépni, és nagyon rossz állásba került. Igen, ugye hiába van neki tisztelőnye, ugye az F8 futó, látjuk, alapállásban van, és nem is tud igazából kifejlődni, és a bástya Helga 80 hasonlóképpen járt, úgyhogy ezeket az áldozatokat mindig keressük a játszmeinkben, mert nagyon gyakran az az idő előny, amit kapunk az anyagért cserébe, az meghálálja a bizalmat, úgymond, tehát megéri ezt nekünk megtenni. És itt bástya D8 után újra egy látványos lépés jön világossal, amit lehet, hogy látnia kellett előre a világossal játszó Paul Murphynek, amikor ezeket a változatokat számolta, és bástya üti D7-et lépett. Ugye ez egy kicsit talán meglepő lépés, hogy megint van egy tiszt hátrányunk, és áldozunk még egy minőséget. Ugye amikor bástyával ütünk huszára, vagy bástyával ütünk futóra, akkor minőségi áldozatnak hívjuk. Igen, ez is jelzi azt, hogy a B5 futó az mekkora érték ebben a támadásban, hiszen kötést hoz létre, és sötét figuráit korlátozza. Igen, ugye a sötétnek nincsen sok választása, ugye vezér nem üthet jól, mert anyagi hátrány, huszár nem üthet jól, mert akkor, ahogy beszéltük, a futó üti a vezér D7-en, király ütés nyilván szabálytalan, úgyhogy bástyával kellett ütni. És a bástya üti D7 után megint van egy nagyon logikus lépés, amit a világos ugye meglépett, következett a bástya D1. Ugye? Igen, ahogy már az előbb is mondtam, ugye érdemes figurákat hozni a támadásba, azok nélkül nehéz lesz mattot adni, úgyhogy ezért volt egy logikus folytatás. És ugye nagyon szép állás, hogyha megnézzük, ebben a pillanatban sötétnek egy teljes bástya előnye van, csak hát a figurái olyan szerencsétlenül állnak, és a középen áll a sötét királya, tehát hiába van az a tisztelőny, amikor nem tudjuk azokat a tiszteket igazából kihozni, nem tudunk vele hasznosakat lépni. És a bástya D1 után ugye látható, hogy megint fenyegetünk ütni D7-re, ugye? Fenyegetünk ütni D7-re, és hát vagy anyagi előnyt szerzünk, vagy pedig hát mattámadás jön. Hát ebben a pillanatban bástya D1-re a sötét megpróbálta valamiképpen ezt a védekezést folytatni, és vezér elemér 6-ot lépett. Ez, ugye miért lépett fel, ne 6-ot? Hát ugye egy védekezésnél érdemes rájátszani egy vezér cserére, hiszen a támadást a vezér, talán a vezér segíti elő a legjobban, vagy az az egyik legjobb támadó figura, természetesen állástól is függ. Jelenlegi helyzetben egy vezér csere azért nagyon megkönnyítené sötétnek a dolgát. Igen. Ezért egy logikus folytatás volt a vezér E6. Meg talán az is benne van, hogy számított arra a sötét, hogy a bástya vagy a futó fogja ütni a D7 bástyát, és ahogy a vezérrel elment E7-től E6, akkor a huszár ugye esetleg visszaütheti azt a D7-en álló figurát. Igen, annyit szeretnék megjegyezni, hogy itt volt világosan egy szép folytatás, amit szerintem biztos világos és számításba vett, hogy ugye futóval ütött, igen. A futó üti D7 volt, igen. És ugye most megint vezérrel nem érdemes ütni, igen, tehát huszárral, és akkor itt... Igen, igazából így volt a parti. Igen, így is volt a parti, tehát itt a kedves nézőket megkérnék, hogy állítsák meg a videót, hogyha szeretnék, és akkor adják meg a kettő lépéses mattot, mert itt egy nagyon szép motivum áll fenn. Igen, itt van egy szép mattámadás. Világos lép, és hogyan folytatnánk? Igen, és akkor ugye világos vezér B8 sakkot adott. Ennek az értelme az ugye, hogy az egyetlen lépés, ez huszár üti B8, és ez megnyitja világosnak a lehetőséget, hogy bástya D8 mattot adjon. Igen. Nagyon szép parti volt. Igen, ez volt az opera játszma. Ugye hasonló, hogy szép játszmákat próbáljuk játszani. Igen, ez is jelzi azt, hogy Murphy mennyire erős sakkozó volt. Ugye, hogy ketten játszottak igazából ellene, és ilyen könnyedén megverte őket.